Múlt héten az iskolai felkészülésről szóltunk, most pedig arról, hogyan lehet már reggel megteremteni a kellemes hangulatot, és milyen programot biztosítsunk a gyermekünknek. Rodina by mala dbať na to, aby režim dňa bol vždy rovnaký, upravený. A családnak ügyelnie kell arra, hogy az életrend mindig egyforma és rendezett legyen, vagyis ne legyenek kilengések, változások. Alakuljon ki egy sztereotípia, például, hogy mikor térjen nyugovóra a gyermek. Reggel, ébredéskor, ha betartottuk azt, hogy eleget aludjon a gyermek és kipihenje magát, akkor frissen kell ki az ágyból. Reggel olyan időben kell felkelnie, hogy maradjon elegendő ideje a felkészülésre. Egyes gyermekek számára hosszabb, míg másoknak rövidebb idő is elég, hogy elkészüljön az iskolába. Fontos azonban, hogy mindig nyugodtan menjen iskolába. Nem szabad, hogy stresszes, ideges legyen, kerüljük a sürgetést, hogy sietnünk kell, késő van már, elkésünk. Ez a reggeli kapkodás ugyanis az egész napi teljesítményére kedvezőtlen hatással lehet. Môže výrazne ovplyvniť, negatívne ovplyvniť vyučovací proces. Dieťatko by nemalo odchádzať do školy hladné. És persze, a gyermek nem mehet éhesen iskolába. Mindig időt kell szakítani a reggeli elfogyasztására és arra, hogy nyugodtan költhesse el. Erre nincs mindig mód, de arra figyelni kell, hogy minőségi reggelit készítsünk neki. Nem túlságosan édes ételeket, mert a túlzott cukornak köszönhetően csökken az összpontosítási képessége, és a magatartására is hatással lehet. És fontos, hogy legyen 10 óraija, hiszen ebédidőig, azaz délig sok idő van még hátra. Mi magunk is tapasztaljuk, hogy milyen fontos a kellő energiabevitel. 10 óraira csomagoljunk a gyermeknek gyümölcsöt, zöldséget, miközben természetesen figyelembe vesszük, hogy mit szeret és mit nem. És nem feledkezhetünk meg innivaló biztosításáról sem. Dostáva vhodnú desiatu, ktorá je, môže pozostávať z ovocia, zeleniny, alebo teda samozrejme, že vždy vychádzame aj z chuti toho dieťaťa. Nikdy nezabúdať na pitný režim. Adódik a kérdés, milyen programot biztosítsunk a gyermeknek, hogy ne fáradjon el? V popoludnejších hodinách je dôležité, aby sme rozdelili čas dieťaťa s prihliadnutím na jeho vek. Fontos, hogy a délutáni órákban úgy osszuk be az idejét, hogy figyelembe vesszük életkorát. Vagyis ekkor járhat különféle érdekes programokat kínáló szakkörökbe. És meg kell határozni a házi feladat elvégzésére szánt időt is, hiszen az első évfolyamban ez már rendszeres feladat lesz. Sok szülő teszi fel a kérdést, hány szakkörbe járjon gyermeke? Hogyan osszák el ezt az időt? Určite v prvom ročníku by sme to nemali predimenzovať nejakým počtom. Az első évben nem tanácsos számokban meghatározni ezt. Az egyik lehetőség a művészi irányultságú szakkör, például zenetanulás, nyelvtanulás, vagyis olyan ismeretek megszerzése, melyek az iskolában tanultakat bővítik ki. A másik pedig sporttal, mozgással kapcsolatos legyen, és ami némileg kiegyensúlyozza az egész délelőtti ülést. Úgy kell szakkörökre járatni a gyermeket, hogy maradjon ideje a játékra és a már megszokott életvitelére. Mert ha már tanuló is, de azt is figyelembe kell venni, hogy gyermek, aki még szeret játszani. Pretože aj keď je to žiak, ešte u prváka vždy, ale naozaj vždy treba mať na zreteli, že je to malé dieťa a ešte stále sa potrebuje hrať.